kifejezetten érzelemdús dalokra számítok majd. Ez pedig kapcsolódik a most következő témánkhoz, az érzelmi elérhetetlenséghez, ami a modern kor egyik betegség tünete. Legalábbis egyes cikkek szerint egyre több az érzelmileg elérhetetlen személy, akik nehezen engednek közel magukhoz másokat, illetve hát nehezen nyílnak is meg. Bár sokszor rideg, távolságtartó emberképét mutatják, a háttérben sok esetben bizalmi problémák vannak. Vendégünk a stúdióban Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Jó estét kívánunk, szervusz! Jó estét, sziasztok! Nagyon sokszor hallunk erről, de mit jelent valójában az, hogyha valaki érzelmileg elérhetetlen? Tulajdonképpen akár lehet ez egy gyerekkori átélésnek a következménye, de lehet neurológiai probléma is, amit nagyon sokszor nem látnak át az emberek, és nem tudják, hogy organikus oka is lehetnek, akár agyi szinten. De én azt látom, hogy a modern kornak egyik védekező rendszere, hogy már nem bízhatok senkiben, inkább bezárom, és az érzelmeimet én magam oda bent egy kis kamrába elrejtem. Most mondjuk, hogy a modern kor, de én meg valahogy azt tapasztalom, hogy mondjuk a korábbi generációk, akik akár egy másik rendszerben nevelkedtek, sokkal ridegebbek voltak, sokkal nehezebben tudták átadni azt, hogy hogyan is kell az érzelmeinket kifejezni, illetve befogadónak lenni mások érzelmeire. Ez akkor lehet, hogy meg korábban még rosszabb volt mondjuk a helyzete tekintetben? Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy most élünk azokban az évtizedekben, ahol végre szabad érezni. Nem ciki egyik érzése, mert hogy mindegyik természetes az emberi létben, és másrészt pedig az előző generációk úgy lettek érzelmileg szocializálva, hogy kifejezetten tabusítva volt az érzés, itt szégyen társult, hogyha bármi olyat érzel, ami esetleg nem fér bele épp a társadalmi rendben. És éppen ezért ez egy ilyen örökölt, itt maradt jelenség tulajdonképpen, hogy tanulják is a generációk, tehát nagyon keményen dolgoznak például a szendvics generáció magán, hogy önmaga számára érzelmileg elérhetővé váljon, és azáltal a gyermekei számára. De én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy fejlődés alatt van mindenki számára. Bocsánat, szendvics generáció, jól értettem? Ez pontosan mit akar? Nem tudom, én legalábbis nem vagyok a legészen tisztában. Én sem tudom. Szendvics generáció ugye az a generáció jelenleg a Földön, akiknek már vannak gyermekeik is, de még az időszüleik is vannak, és a kettő között egy présben vannak. Ugye azért nem nevezném 40-től 60-ig, mert van akinél 35-től 55-ig, szóval hogy nem lehet pontosan bemérhető, de ez azt jelenti, hogy ők voltak az első generáció, akik elkezdtek az érzéseikről beszélni és foglalkozni, elkezdtek magukhoz kapcsolódni és gyógyítani magukban azokat az érzéseket, amiket a szüleik ugye vagy tabusítottak, vagy hát úgymond traumatikus átéléseik voltak, és annak következmében a szendvics generáció erőteljesen megjelent, és ilyen aspektusból azt kell mondjam, hogy a fiatalok pedig hihetetlenül tudatosak, mert felszólítják a szüleiket arra, hogy de ez így nem mehet tovább, gyerünk, dolgozzunk rajta. Nagyon sokan kérnek ebben segítséget, 20-as korosztályban lévő fiatal, és a szüleik együtt jönnek segítséget kérni. Akkor a fiatalok ezt felismerik a szüleiken, na de milyen jelekből lehet ezt felismerni? Ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy biztos nem az arra jellemző, aki nem beszél az érzéseiről. Ez egy evidens tünet, de amiki túlságosan sokat beszél, vagy túlszínesen beszél az érzéséről, vagy állandóan arról beszél, az legalább annyira egy rejtély és rejtőzködés, mert lehet, hogy nem is a saját érzéseiről beszél, hanem megtanult arról beszélni, amit a környezet hallani akar, és lehet, hogy köze nincs a saját érzelmi világához. És ezt sokszor nem veszük észre, csak ugye a rendes, hallgatag típusú emberek, vagy akik nem tudnak érzésről beszélni, csak kognitív szinten beszélgetnek, azt gondoljuk, hogy ők az érzelmileg elérhetetlen tipológiába tartoznak. Nos, vigyázzunk, mert azért ennek mindig két szélsősége van. Egyik legfontosabb dolog, amit tudunk egymásnak biztosítani, illetve mi magunk olyan embereket keresni, hogy úgy beszélhessek az érzéseimről, bármi is az, nincs ciki és tabu kategória, hogy biztonságban legyek, és ne kapjak érte ítélkezést. De magán az ember ezt fel tudja ismerni, rájöhet arra, hogy ő valójában lehet, hogy érzelmileg elérhetetlen? Nagyon jó kérdés, én azt látom, hogy sokszor nem, és azt látom, hogy valami krízis vagy problémának kell történni annak kapcsán, hogy mondjuk az emberek segítséget kérnek és önismereti vezetést, és általában ott a segítségkérésben szoktuk azt visszajelezni, hogy olyan, mintha nehéz lenne a saját érzéseidről beszélni, mi lenne, ha megkeresnénk őket. Mert nagyon sokszor egy önismereti munka után jönnek rá arra, hogy ez bennem volt ez az érzés? Hát nem is tudtam róla. És az az első út, hogy megkeressük a saját érzéseinket, kapcsolódjunk, mert akkor tudunk mások számára olyan légkört biztosítani, hogy érzelmileg hozzájuk is tudunk akkor kapcsolódni.
De komoly témák, vagy mondjuk azok, amik elköteleződést igényelnek, akkor feltételezem, hogy egy picit nehézkesek lehetnek az érzelmileg elérhetetlen típusok számára. Milyen az ő kommunikációjuk? Ugye itt most mondtál tulajdonképpen két különböző stratégiát, ami két különböző szélsőség, de akkor egyáltalán be lehet ezt valahogy kategorizálni, vagy le lehet írni azt az érzést, ami az embert eluralja, amikor így viselkedik? Nagyon szeretném arra fölhívni a figyelmet, főleg a hölgyeknek, mi nyilván kivételek vagyunk talán, hogy ne értsék félre az uraknak a kommunikációját, mert azért, mert egy úriember kognitívebben kommunikál, az még nem jelenti azt, hogy érzelmileg elérhetetlen, vagyis ahogy szokták mondani, nincsenek érzései. A férfi agy máshogy van kitalálva, és máshogy kommunikálja le az érzéseit, és ezáltal például az önismereti munkában én férfiakkal teljesen máshogy dolgozok, és máshogy segítem, hogy elérjék a saját érzéseiket, mint ahogy a nőknél kell, mert egy nő betesz 5 mondatot, 10 millió érzés, és akkor ott ül a párja, na várj, elveszítettem a fonalat, én ezt nem értem. És nagyon fontos, hogy először is nagyon nagy lehetősége van annak, hogy a férfi és a női agyat megtanuljuk, vagy megtanítsuk arra, hogy érzelmileg mit mondott a másik, és az mit jelent, mert evidensnek tűnik, de ebből van a legtöbb párkapcsolati félreértés, és olyan édesek, mikor megszólalnak, és azt mondják, hogy hát eddig nem is kommunikáltunk, hát eddig nem is értettük egymás érzését, hát atyavilág, és jön egy felszabadultság, tehát arra bátorítok mindenkit, hogy adjon maguknak esélyt erre a lehetőségre, hogy fejlődjenek. Milyen esetben érdemes szakember segítségét kérni? Van már olyan eset, amikor most már azt kell, hogy tényleg forduljunk szakértő kezekhez? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy luxus az, hogyha valaki ma úgy éli a jóléti társadalmakban az életét, hogy nincs egy lelki, professzionális segítője. Mert amikor problémába vagy krízisbe fordulunk segítségért, akkor bizony nagyon nagy akadálya tud lenni, hogy nem ismerjük, még meg kell ismernünk, még rá kell néznünk a működésére, és csak utána az adott problémához tudunk jól kapcsolódni és SOS segíteni. És éppen ezért úgy, ahogy mindenkinek van egy körzeti orvosa vagy egy fogorvosa, hogy kell, hogy legyen egy lelki segítője, az, aki ismeri úgy gyerekkorától kezdve a dolgokat, mert például egy gyerekkori problémás kötődés, vagy ha nem jól kapcsolódott érzelmileg édesanya, édesapa a gyermekhez, a gyermek sírásához, kommunikációjához, félelmeihez, egészen biztos, hogy a felnőtt társadalom meg fog jelenni, és ezt látjuk a generációkon problémaként. Hát azt hiszem, hogy erre a témára azért időről időre vissza fogunk térni, a jelszó csak nyitottan. Köszönjük szépen, hogy nagyon szépen, köszönöm szépen.